Ponyva regény, amikor a John Travolta kinyitja a kis izéket, mert a kis fecskendője, és akkor az a... Olyan vagy elegáns. Vagy van, aki egy ezeressel szipantja föl a kokain, de van, akinek megvan a kis készlete. Aranyból, meg ezüstből, minden, de igen. És aztán, amikor így lekerül a mondalom, akkor lehet, hogy már nem használok heroin, de mit csinálok ezzel a kis készlete? Nem? Vagy mi van a kis szipkámmal, a izével, a... Matera.hu. Sok szeretettel köszöntünk, kedves hallgató, itt a Függőség Podcastben, én Kovács András Péter vagyok. Ma is naív laikusokként bolyongunk Dés Enikővel a függőségek labirintusában, ahol Hoffmann Kata klinikai szakpszichológus segít nekünk eligazodni. Vendégünk pedig ma is, ahogy már korábbi adásunkban is, Szemelyácz János, pszichiáter, pszichoterapeuta, a pszichoterapeuta, háj, miért kell ilyen kifejezéseket adni, olyan lélek, igen, lélekgyógyász, pszichiáter, addiktológus, pszichoterapeuta, az Indit közalapítvány kuratóriumának elnöke és a Magyar Addiktológiai Társaságnak az elnöke is. Szervusz János, elmondhatunk-e rólad még azóta valamit? Köszönöm, rendben van. Én vagyok a egészségügyi szakmai kollégiumok addiktológiai tagozatának elnöke. Kedves egészségügyi. De ezt te is sokáig gyakoroltad. Március 1-től. János, múltkor a drogokról beszélgettünk veled, és hát enciklopedikusan végigvettük a teljesség igényével a különböző depresszánsokat, stimulánsokat, mi volt a harmadik? Pszichedelikumokat. Köszönöm. Halucinogének. Pszichotikumok. Lehet-e egy addiktológiai podcastot mással hangzó torlódás nélkül vezetni? Ez a kérdés. A mai témánk, ameddig nem jutottunk el a múltkori beszélgetésben, mert hát megnyomtuk rajtad a play gombot, és elég kitartóan és üzenbiztosan láttál el minket. Egyébként igen hasznos információkkal. Amire nem került sor múltkor, az maga a szerhasználói életút. Tehát, hogy hogyan válik valaki szerhasználóvá, és aztán mi a folytatás, és mi az íve egy ilyen pályának, ha lehet ezt pályának hívni. És rögtön az első kérdés nekem, naív laikusként, hogy lehet kapcsolatba kerülni a droggal? Tehát most konkrét telefonszámokra de tényleg, hogy én ezt tudom, hogy mindenki egyszer csak azon kapja az ismerősét, hogy drogozik, de hogy? Azt mondják a felépülőink, meg a rehabban, hogy nem az ember találja meg a szert, hanem a szert találja meg az embert. Hogy ugye azt tudtuk mondani, hogy az addikció hátterében, hogy hol tudunk olyan rizikófaktorokat találni, vagy olyan dolgokat, amik közelebb visznek hozzá minket, azok biológiai, pszichológiai, szociológiai, család, barátok, kulturális sztori, gazdasági helyzet, hagyományok, spiritualitás, ez mind-mind összejön, és ezek kapcsán mindegyik hozhat valami olyan élményt, hogy én az Istenekkel való párbeszédre vágyok, ezért akkor nekem a törzs varázslója a kezemben nyom egy ibogainnal teli, nem tudom mi csodát, vagy egy bögre valamit, amit azt, hogy ezt kortyolgassam, és közben így próbálgassam, hogy merre megyek, vagy elmegyek egy szórakozó helyre, vagy egy fesztiválra, és ott hirtelen valami így rám talál, vagy az egyik haveromat tízél valamit tekerészik, és azt mondja, hogy így szereztem füvet, megpróbáljuk. Tehát, hogy azt gondolom, ezek így jöhetnek ilyen szempontból kitüntetettebb időszak, ez a kamaszkor, tehát amikor leszünk 15-16 évesek, akkor elkezd minket érdekelni a világ. És nem csak az, hogy tudunk csókolózni, hanem hogy milyen a világ, hogy vannak a drogok, milyen a pszichénk, a tudatunk elvesztése, és akkor ebben persze van az alkohol, a lúzerek azok isznak, de a menők azok azt mondjuk, hogy nézzünk már utána valaminek. És hát amióta van az internet, ez még sokkal egyszerűbb, és aztán nyilván vannak a filmélmények, meg a költészet, meg a zene, meg a nagy zenészeknek az önéletrajzi írásai, amiben mindből csorog ki a drog, és hát az ember azt mondja, enélkül, hogy lehetne már élni, hogy ezt nem próbálom meg. Tehát valami, azt hiszem, hogy ezek az első ilyen élmények, hogy valami kell. A droggal először az ember úgy kerül kapcsolatba, általában otthon látja a szüleit inni, látja dohányozni, látja gyógyszereket beszedni, tehát azért a drog, igen, ugye, az igaz.
az, ha valami kapu drog, akkor általában ezek legális szerek szoktak lenni, és például az alkohol, ami az első ilyen próbálkozás, szóval, hogy ez már valahol ott indul, amire kérdeztetlen az illegális szerek, az, az valóban inkább így a serdülőkor környékén, kvázi normatív viselkedésnek tekinthető a szerekkel való kísérletezgetés, amit többnyire ki szoktak nőni, úgymond idézőjelben a fiatalok, és hogy itt az iskola kapcsán is szokták, hogy hát nem merik elengedni, nehogy behetessék, meg nem tudom én, de hát ezért a kutatások meg azt mutatják, hogy, hogy minimum 90%-ban önként szokott a kipróbálás bekövetkezni, általában kortárs csoportban, és általában kíváncsiságból és érdeklődésből, és ebből a fajta kapcsolás miatt. Igen, illetve itt ugye elsoroltam több minden ilyen háttérsztorit, és mindegyiket úgy kell elképzelni, hogy ennek az eloszlása az, mint a Gauss-görbe, ugye van az eleje, meg a vége, meg a nagy átlag. És hogyha bármit nézünk, a, akár ilyen neurobiológiai sztorikat, mint mondjuk a dopamin érzékenységünk, hogy mennyire vagyok élménykereső, van az ember, aki és nem élménykereső, biztos nem fogok átmenni megnézni, van, aki meg és már ott is van, és mind a kettő veszélyeztetett a drogra, az is, aki ott ül, és nem mer kimozdulni, és unatkozik, és aztán véletlenül megtalálhatja valami, meg az is, aki folyamatosan repesz bele mindenbe. Ilyen szempontból a fiataloknál azt látjuk, hogy vannak külső és belső tényezők, és pozitív és negatívak. A belső pozitív az egy ilyen fokozásos, hogy, hogy jó vagyok, de még többet szeretnék, meg szórakozni, de minden megvan, de mi lenne, ha még rátolnánk még egyet, így ők vannak többen egyébként. És akkor van az úgynevezett megküzdéses típusú szerhasznált, amikor meg tényleg a Gauss-görbe másik végén, hogy, hogy nem vagyok jól, családomban nem érzem jól magam, ki vagyok közösítve, csípkedési sorrend legvégén vagyok, hogy nem áll össze ez az én világom, és egyszer ahhoz, hogy egy kicsit embernek érezzem magamat, hogy önbizalmam legyen, vagy szóba tudjak állni bárkivel, ahhoz kell valamit használnom. És akkor ugyanígy vannak a külső dolgokban, a pozitív meg a negatív, az egyik, az az, hogy én azért használok, mert ez a buli, együtt vagyok veletek, és tulajdonképpen akkor benne vagyok egy ilyen nagy közösségben, illetve ennek a negatív része az, hogy nem akarok másnak látszani, nem akarom azt, hogy engem kinézetek, mert én azt gondolom, hogy 10-ből 9 fiatal azt mondja, hogy mit használtok, hát akkor én is vagy, mint te, mint a barátaim a sziget utolsó napján, ott ittak már kette, jött a harmadik, azt mondja, mit kérdez, hát azt hiszem, amit te. Akkor kérjünk egy üveg viszkit. Mindenki ott volt egy üveg viszki. Hogy valahol ezek az első ilyen ott vagyok, fiatal vagyok, benne akarok lenni, nem akarok kimaradni, és aztán itt jön akkor az mondjuk, hogy akkor hol élek, ott mik a legális szerek, inkább törvénytisztelő vagyok, és elfogadom azt, amit felajánlnak, és azt mondják, hogy nálunk a pálinka, már pedig azt kell inni, és pont. Vagy azt mondom, hogy hát ha apám iszik, akkor én biztos, hogy nem fogok inni alkoholt, és akkor azt mondom, hogy mit lehet még mást. Nyilván olyan munkahelyre megyek, ahol nincsen drogtesztelés reggelente, meg hogy nekem nem kell úgy teljesíteni, és akkor végül is rá elkezdek egy ilyen életpályát nyomni. De hát nyilván az alkoholista életpályákról meg tudunk, és most nem direkt mutattam rá, hanem csak... Persze. És aztán ebből lesz az, hogy ad a szer, ahogy ad az alkohol is egy ideig, és aztán egyszer csak elkezd elvenni. Hát sokáig, hát most nézd, én szoktam mondani, én tulajdonképpen nem diszfunkcionális családban nőttem fel, de anyukám minden nap ivott alkoholt, mert ő ebéd után megivott egy fröccsöt. És akkor úgy gyerekkor a pohárba ennyi bort szeretett, és ha már ennyi bort töltöttem, akkor mondta, hogy János, ne töltsd csak a bort. Tehát ennyi bort kellett betölteni, tehát tulajdonképpen itt anyukám mondjuk 14 éves korától, mondjuk 80 éves koráig minden nap ivott alkoholt. És tulajdonképpen ezzel így, tehát hogy végül is mondhatjuk azt, most anyukám éppen ez nem mondhatjuk ezt egy rekreációs, inkább ez egy gasztronómiai irány, de hogy vannak olyan emberek, akik megmaradnak a rekreációs célú használatnál, és így végigélik az életüket. Tehát nem minden drognak a droghasználatnak a vége koporsó. Van-e olyan drog vagy addikció, amit ha évente 4-szer csinálsz, akkor az probléma-e? Egyébként belehalhatsz abba is, tehát hogy tulajdonképpen kapsz egy hipertenzív krízist, vagy nyomsz egy heroint, és valami elakad benned. Az évi 4 lerészegedésed az egy kicsit mindig túl durvára sikerül, és aspirálsz valami hányadékot, és megfulladsz. Tehát mindenféle szörnyűséget el lehet mondani, mert egyébként azt látjuk, hogy ez a rekreációs kísérletezős időszak, ez egy nagyon veszélyes időszak. Tehát tulajdonképpen amikor már áttér az illető arra a rövidebb vagy hosszabb időre, amíg a függőség kapcsán elindul lefelé a lejtőn, és tulajdonképpen egy ilyen úgynevezett fenntartó módon használ, vagy azt is mondjuk rá, hogy szociális használó, hogy
a része a napjának. Reggel egy pálinkával kezd, vagy megfőzi a kis mágtáját, és akkor azt megiszogatja, vagy minden este kell neki egy fű arra, hogy a napi rohanás után végre kikapcsolván a mobiltelefonokat így chillbe legyen. Akkor tulajdonképpen vannak emberek, akik így végérik az életüket. Hogy így hallgatlak, egészen kedvet kaptam ehhez, és azt gondolom, hogy ez egy ilyen, és mindenki működő életforma, és szóval csak egy picit elkezdtek bennem azért a vészcsengők is csilingelni, hogy egyrészt abszolút ez lehetséges, és igen, ahogy már a, nem tudom, Petke Zsolttal is beszéltük, hogy vannak emberek, akik tudnak úgy alkoholt használni, hogy ebből nem lesz bajuk, vannak, akik viszont nem, és épp így az illegális szerhasználat is ezért... Kedves hallgató, ez nem egy életmódmagazin, ez egy informatív podcast. Nem rá lebeszélünk. Szóval abszolút tud ez működni szerintem, de azért, hogy az illegális szerhasználatnak szerintem olyan módon is vannak veszélyei. Egyrészt a jogi környezet, amiben vagyunk, tehát, hogy teljesen elfogadott, hogy... Bűncselekményt követel, így van. Igen, hogy ez egy 2-8-as ügye, vagy sem, és kerül személyad bajba, vagy ha munkahelyeden elmondod, hogy naponta szoktál alkoholt fogyasztani, de mondjuk bevallanád, hogy havonta egyszer kokaint használsz, vagy heroint, szóval itt a stigmatizáció is nagyon erősen megjelenik, tehát nem tudsz szerintem tartósan ugyanúgy kvázi büntetlenül vagy következmények nélkül használni. Elméletben lehet, tehát hogyha a kérdés az az, hogy most akkor veszélyesebben, nem tudom, havonta egyszer elszívni egy jointot, mint meginni, nem tudom, egy üveg pezsgőt, akkor tehát függőség és egészségügyi ártalmak szempontjából nem feltétlenül baj, csak de hát társadalmi, szociális, jogi, családi okokból lehet esetleg. Igen, meg utána a segítségkérés is sokszor nehezebb, nem? Vagy hogyha, tehát például a biztonságos használat, mert hogy ha alkoholt használsz, az ott így. Hát rátszólnak a barátok, hogy hello, most hát már. Hát akár, vagy hogy azt előveszed a kis, nem tudom, viszkis üvegedet, és békésen felhörpölöd, de mondjuk ugyanígy nem tudod. Meg ihatsz nyilvánosan, igen, ihatsz nyilvánosan, sőt, kihozzák az asztalodhoz. Sokan szívnak teljesen nyilvánosan. Fél New Yorkban. Nem New Yorkban, Magyarországon. Az egész városban. Csak végignézik. Az egész városban fűszak van, de múltkor itt Magyarországon volt az, hogy elmentem egy fickó mellett autóval, és utána 2 percig volt fűszak a kocsiban. És ezt mondaná, hogy... Igen, tehát ezt inkább, Katának teljesen igaza van, ezt inkább azért mondanám, mert hogy tényleg van egy ilyen mitosz, hogy úristen, te illegális drogot használsz, és valóban ez bűncselekmény. Egyébként egyszer volt egy ilyen előadásom, ahol szakembereknek tartottam előadást, és egy idősebb addiktológus kolléganő bejelentett engem volt az Országos Alkohológiai Addiktológiai Intézet, hogy a Szemelyácz azt mondja, hogy lehet illegális drogokra vonatkozóan szociális szerhasználatot megvalósítani, már pedig nem lehet, mert ez bűncselekmény, ergo, ha bűncselekményt követek el, akkor olyan nincs, hogy szociális szerhasználat. De hát van. Tehát, hogy önmagában egy csomó ember az, hogy mi a törvény, az alapból szembesül, mikor elkapják. Nem pontosan tudja, még a díler, tehát volt olyan díler a börtöncsoporton, aki megrendelte Kínából a cuccot, rá volt írva, hogy mi. Ő megnézte, hogy az még semmilyen listán nincs rajta. A rendőrök kimentek, lefoglalták, kiderült, hogy nem az, hogy nincs rajta a listán, ezt már átkerült már a kábítószer listára, és ott ült bent, és kapott 8 évet, és mondta, hogy ő tulajdonképpen annak az áldozata, hogy rossz cuccot küldtek, mikor ő jót rendelt. Ő nem követett el bűncselekményt. Mint ha különbség lenne abban, hogy akkor most végül is egy legális szert használok, vagy egy illegális szert, tehát hogy van egy ilyen elvágólagos határ, de amikor benne vagyunk egy folyamatban, egy szociális használatban, vagy akár csúszunk bele egy addikcióba, akkor talán akkor már nem ez a lényeg. Abszolút, ezt a részét értem, inkább csak arra a részére reagálnék, hogy a veszélyességét gondolom olyan szempontból sokszor nagyobbnak, pont ezért, mert nem elfogadott. És hogyha szombat este kipróbáltál egy cuccot és szarul vagy, akkor nem annyira könnyen kér segítséget, és mondod azt, hogy én most azért vagyok szarul, mert kipróbáltam valamit, amit nem is tudok, hogy micsoda, és mondjuk valami. Igen, és ne vigyetek kórházba. Akár, így van, mert hogy igen. Lesz a következmény. Illetve mondjuk akár konkrétan fűnél voltak, amikor ezek a viták időnként feljönnek, hogy akkor alkohol vagy fű, mely veszélyesebb, akkor mind a kettő, de alapvetően a fűnél az is veszély, ami az alkoholnál nem, hogy mondjuk elszívok egy szállat a haverom, és dumálunk a feneketlen tó partján, oda a rendőr, és van egy rendőrségi eljárás. És most például számomra teljesen megdöbbentő módon az ügyészség olyan
büntetőjárási költségeket számlálsz ki akár 18 éven aluli fiatalnak. Most például egy fiatal nálunk az ambulancián több mint 700 ezer forintos büntetőjárási költséget kapott, mert egy marék mag volt nála, 24 darab, és az szakértő mind a 24 magot megvizsgálta darabonként, nem tudom én, 30 ezer forintért, és akkor még hozzápakolt még valamit, és nem tudom micsodát, és akkor így kijött egy rohadt nagy összeg, és akkor ezt most akkor be kell fizetni, és akkor a gyerek úgy indul, most fog majd érettségizni, hogy akkor van neki, mit tudom én, 1 millió forint mínusza, mert épp egy hülyeséget csinált, és hogyha ő csak simán leitta volna magát a feneketlen tópartján, akkor nincs ilyen. Tanulság, kedves fiatalok, mi ebből az erkölcsi tanulság. Piáljatok. Legyetek igazságügyi szakértők. És akkor csúszunk rá arra, hogy aztán ugye a kontrollált szerhasználatból aztán lehet szituatív, jól mondom, szituatív szerhasználat, aztán problémás szerhasználat. Igen. Itt általában vagy történik egy baleset, vagy előjönnek azok a háttérben jól letokolt problémák, rizikófaktorok, családi minták, hogy kiderül, hogy van egy fogyatékosságom arra, hogy kezelek konfliktust, egy nagy problémát hogy oldok meg, és hát nekem is volt olyan kliensem, aki éppen heroint használt rekreációs módon majd 10 éven keresztül, és aztán egyszer csak elhagyta a barátnője, és ezt nem tudta kezelni, és ez történt májusban, és amikor a fickó decemberben hozzám került, akkor májustól decemberig 4-szer élesztették újra intenzív osztályon heroin túladagolás miatt. És ő 10 évig azt mondta, hogy hát 10 év mindenkinek reklámozta, hogy hát hiszen a heroin az egy elfogadható szer, de amikor jött egy helyzet, amit nem tudott megoldani, akkor hirtelen billent át, és kiderült, hogy ő nagyon súlyosan van benne ebbe a dologba. Tehát, hogy így történik egyszerűen. Persze szép lassan is bele tudom magamat anyagozni abba, hogy akkor több kell, ugye, van egy helyzet, de akkor inkább ezt választom, lemondok egy jó munkát, mert azt mondom, hogy nincs pénzem, de azt mondom, hogy az utolsó filléremet is inkább egy doboz szigire költöm, mint veszek a gyereknek parizert. Szóval ezek már arról szólnak, hogy akkor ott van egy ilyen fontossági sorrend a fejemben. És akkor persze, ha megmondom, hogy hát figyelj, ez az alkohol egy kicsit túlzás, akkor azt mondja, hogy jó, hát oké, én is iszok, de hát a Józsi a szomszéd az minden összeszarja magát, és még sosem szartam be. Tehát én még nem vagyok azon a szinten, tehát nekem még... Nekem pont ez egyszerűen a megragadhatatlansága okoz egy olyan fejtörést, hogy honnantól függő az ember, és tudom, hogy ez egy visszatérő kérdésköröm, de hogy... Több hete ezt próbáljuk megfejteni. Mert egyszerűen nincs meg az a pillanat, tehát hogyha valaki rekreációs szerhasználó, és azt mondja, hogy na jó, rendben, akkor én megiszom azt a kupica pálinkát reggelente, de ugyanígy jön egy krízis helyzet, amiben már azt a rutinját ismeri, hogy felemelem a kupicát, kitöltöm és megiszom, akkor jóval egyszerűbben fog majd egyszer csak átbillenni, tehát akkor már megalapozta az az előszobája az egésznek, az még mindig nem a függőség, hogyha... Mondjuk maradjunk a cigaretta példánál, ismertem olyan embert, aki 30 év dohányzása utolsó 3 évében szinte láncdohányos volt, egyszer úgy döntött, hogy na, ebből neki elég, és akkor egy hétfőrege úgy kellett, hogy többet, azt mondja, nem gyújt rá. És nem is gyújtott rá többet. Akkor ugye azért nem mondhatjuk az elmúlt 30 évre, meg a láncdohányzás, hogy ez nem volt függőség, de hogy mi az, hogy csak így elfújja a problémát egy döntés. Tehát akkor ez valahol, és hogy persze vannak az ilyen diagnosztikus tárokban felsorolások, hogy és akkor pontozzuk, hogy akkor mikortól számít addikciónak. Én azt szoktam mondani, hogy az a függőség, amikor a normál életünk fenntartásához kell az a valami. De azt, hogy a normál életünk fenntartásához kell-e, az még csak utólag derül ki. Tehát az kell egy ilyen próba, és azt mondom, hogy na akkor nézzük meg, hogy akkor most van itt a tűzpróba, elválik a szar a májtól, és akkor máj lettem. Igen. Mert az, hogy tényleg van egy helyzet, amikor... Ó, megértettem ezt a mondást. Csak így biológiai ismereteim a rengeteg következtetni, hogy a szar sose találkozik a májjal. A szar az a belegtől válik el, de ezek szerint különbséget teszik. Hát ott rottyog a fazikban, nem hasonlóan néz ki. Próbáld meg egyszer kirántani, András, azt a májat, és azt a szart. Resztel. Úristen, nem gondoltam volna. Resztel szart. Ennyire messze ugrunk a témát. Talán még szoktam mondani a klienségnek is, hogy lehet előre menekülni. Tehát valaki
így megtáltosodik, akár egy rendőrség ügytől. Mm-hmm. Tehát van egy helyzet, és akkor elkap a rendőr, és akkor kiderül, hogy tényleg, hát használok, persze, elindul az eljárás, minden, de azt mondom, hogy én ezt így nem, ez most hát túlzás, de sosem gondoltam volna, hogy egy ilyenbe kerülök, és azt mondom, akkor most leteszem, és elkezdek valami, vagy máshogy lenni. Nyilván sokan elkövetik azt a hibát, hogy azt gondolják, hogy az alkoholizmus meg a nem alkoholizmus között az a különbség, hogy kiveszem a kezéből a poharat, és akkor már nem iszik, mert attól még hát neki az alkohol, vagy a szer, a minden az egyben énvédő mechanizmusa, a kikapcsolódása, a kommunikációs segítő csata, minden. Hát ha kiveszik, hát egy mesztelen csiga leszek. Hát, hogy végén még a munkába menekülne. Igen, igen. Hogy akkor ezen el kell kezdeni dolgozni, és aztán valaki megretten attól, és azt mondja, hogy na nem, ez így nem, és akkor nyilván azt mondjuk, hogy persze ő a függő, és lehet, hogy ő is függő volt, vagy az áll megközelítése szerint, akkor is függő, ha eljut a józanságig, mert ő elkezd dolgozni, és akarja, és csinálja, és nem iszik már 20 éve, de azt mondja magáról, hogy alkoholista vagyok. És akkor tulajdonképpen akkor ez milyen alkoholista, aki nem iszik 20 éve, nem? Hát nem, hát én iszok minden nap, aztán én sem vagyok alkoholista. Ez nem egy exakt tudomány. Tehát amikor azt szeretnétek, mondjuk már meg, hogy itt a vonal, én itt állok, te meg ott állsz, én igen, te meg nem. Nem. Nem ilyen, lehet megállapítani. Ezt ellapítsuk meg, hogy nem lehet megállapítani. Illetve hogy az, hogy a szerhasználatodnak mi a pszichés szükséglete, vagy mennyiben kémiai szükséglet, az is két külön dolog, mert hogyha te azt szoktad meg, hogy mindig, nem tudom én, kint van egy én például, hogy kint van egy kávéscsésze a laptopod mellett, és már az illatát érzed, és dolgozol, és lehet, hogy nem is feltétlenül a koffein kell, csak maga a szituáció, vagy a mozdulat, az is teljesen más dolog, és mert ugye a dohányzásnál is ez, hogy nem csak a nikotin kell nekem, hanem az a meleg a számba, az a szippantás, a mozdulat. Az, hogy mi vonz engem oda bele, valójában mondjuk a nikotin, vagy a szippantás, vagy az aroma, vagy az a kis millió, minden drognak van egy ilyen. Tehát amikor valaki intravénás használó, és összerakja, van akinek, nem tudom, talán melyik film is volt a ponyva regény, amikor a John Travolta kinyitja a kis izéket, mert a kis fecskendője, és akkor az a... Olyan vagy elegáns. Vagy van, aki egy ezeressel szippantja föl a kokain, de van, akinek megvan a kis készlete. Aranyból, meg ezüstből, mindenből, igen. És aztán, amikor így le kell róla mondanom, akkor lehet, hogy már nem használok heroin, de mit csinálok ezzel a kis készletemmel, nem? Vagy mi van a kis szipkámmal, a izéval, a... Matera.hu. Hogy ezek hogyan tartanak ebbe benne? Vagy hát mit én tudok dohányost, aki minden karácsonyra születésnapra öngyújtót kap a családtól, nem hol cippót, ha nem tudom, hogy mindenféle menő öngyújtói vannak, és akkor nem hűtőmágnest hozunk, hanem öngyújtót, és hogy ezek így a részei az én identitásomnak. A Lusztiván nevezte ezeket a dolgokat identitás protézisnek. Hogy tartanak engem, mint a futballdrukkereknek a sál a nyakukba, anélkül tényleg fél ember. És vagy a nagy kopasz embernek a nagy Dodge Ram, ilyen autó, ez a platós pick-up autó, ami kell egyszerűen az egyéniséget. De jó lenne egy ilyen protézis nekem is. Majd a pohárba. Igen, ez az identitás protézis, ez olyan jó, mert én nekem nincs fancy autóm, van egy teljesen közepes családi autó, meg nincsen sem, van nem tudom én 20 pólóm. De hogy nekem viszont a mikrofon a kezemben az egy olyan erős dolog. Tehát, hogyha azt más nem ember leszel, aki mikrofon. Igen, igen, és ha nem hallanám a kontrollmonitorból a hangomat, hogy nálam az lenne. És a lovasi azt énekelte, hogy ő énekelte, aki mikrofont használ, az mind hazudik. Akkor is, ha azt hiszi, tudja a tutit. Elnézést. Csak énekelte lesz, lovasi ne, András igen. A mikrofonban. És aztán ugye rácsúszunk a szerre, és egyszer csak az ember azon kapja magát, hogy nem megy nélküle. Sőt, adott esetben többet vesz el, mint amennyit ad. Kutatjuk, hogy hol az a nagyon egyértelmű határ, és hogy mondjuk ki, hogy akkor mikortól függő, és mikortól nem függő, és hogy... De hogy, ahogy János is mondja, egyrészt nem ennyire éles a határ, másrészt persze nyilván a DSM is fel vannak sorolva a kritériumok, és hogyha ennyiből ennyinek megfelelsz, akkor ott már megkapod az enyhe közepes vagy súlyos diagnózist, de hogy mit várunk a diagnózistól, tehát hogy én egy picit függőségtől független is úgy szoktam dolgozni, kliensek is jönnek ezzel az igénnyel, hogy de hát agyúnevet, hogy akkor ő most borderline, vagy depressziós, vagy szorongáshoz zavara van, vagy addikt. És hogy egyrészt néha azt is érzem, hogy behatárol a diagnózis, hanem sokan kell, hogy ne fedje el a problémát. Tehát, hogy mi a probléma valójában, és ez valahol mindegy, hogy
megüti a függőség szintjét, de ha a 7 kritériumból csak 6-ot teljesít, de ő neki ez probléma, vagy a környezetének probléma. Hát ha olyan probléma, alapos ember, mint hogy... Enikő, akkor teljesíti a 7-edik. Akkor megküzdélte, igen. De hogy sokkal inkább ez, hogy ez egy nem feltétlen csak egy ilyen mennyiségi kérdés, hanem sokkal inkább minőségi kérdés. Nekem ez a mondatod nagyon tetszik, és ezzel tudok menni szerintem, hogy mit fedel, hogy nem az a probléma, hogy mennyire, vagy honnantól, hanem úgyis a gyökerét kell megvizsgálni. Uh-huh. És ezért is a problémás szerhasználók jönnek el kezelésbe. Igen. Nem a függők. Mert amíg a függő vagyok, de tulajdonképpen úgy alakítottam ki az életemet, hogy én ezt így tudom vinni, megkeresem a pénzt, amitből tudom fedezni, megvan a munkám, a családom elfogadta. Igen, vagy egy társfüggő, aki asszisztál hozzá. Vagy akár, de hogy te élek valahogy, de hogy működik a dolog, addig nem megyek kezelésbe. Hát, egy csendes szeptemberi reggel úgy ébredek, hogy én már nem akarok függő lenni, mert miért? Mi a problémája? Hát semmi problémám nincsen. És akkor mit jutott eszébe? Hát semmitől. Hát akkor nem jutott eszébe. Akkor jut eszébe, ha nem tud aludni, ha átvergődi az egész éjszakát, és akkor eljön hozzám, és azt mondja, hogy hát az a probléma, nem tud aludni. És mondom, hogy hát így körbejök, és kiderül, hogy mit tudom én, mondjuk szerhasználó és elvonási tünetei vannak, és azért nem tud aludni, az elvonás miatt nem tud, és akkor kezdjünk el ezzel foglalkozni. De az ő problémája, ha nem alvás, tehát ő aludna, akkor nem jönne. És ezt tulajdonképpen mindenre el lehet mondani, hogy a család megelégelte, hogy kipenderítették a munkahelyéről, hogy megint x-szer is ittassan ment be, hogy már megint hányadik üzemi balesetbe csúszik bele. Ugye a rendőr igazolta. Igen, a rendőr elkapja, nem megy a felvételi, nem megy a vizsga, járok egyetemre, de egyetlen egy vizsgám sem sikerült, és akkor mert miért? Ja, hát mert tulajdonképpen hát medrogot használják, és akkor a családnak egy csak kiderül, hogy úristen, mibe vagyok én, és akkor ez a probléma, amivel elindul a kezelés. És akkor ők azt várják, hogy a probléma szűnjön meg, vagy hajlandók a gyökerekig menni? Hát első körben a probléma. Tehát ha én tudnék újra aludni, és használhatok tovább, akkor azt választanám. Tehát, hogy azért nem adják ezt ilyen könnyen, hogy... És még egy dolog engem itt foglalkoztat, ugye ez általában a heroinnál jellemző, ez a fajta személyiségtorzulás, amikor belemész hazugságokba, manipulálsz, ígérgetsz, nem tartasz nem be. Akkor is nem láttál, aki hazudik, és személyiségtorzulás manipulál? Annyira durván nem. Miért hány heroinistát láttál? Az a baj, hogy az ember a heroinistákról, például én onnan szerzem a tapasztalataimat, hogy látom filmen, vagy olvasom a Máté Gábornál, hát médiában, vagy nem tudom én, a Máté Gábor leírja, hogy Vancouverben milyen esetekkel találkozott, ami már nyilván nagyon a vége, és nagyon szélsőséges. Minden vége az ugyanilyen. Aha. És hogy ez engem tökre érdekel, hogy ezek a fajta ilyen személyiségtorzulások, ezek nyilván a szer hozza, és a szer tartja fenn, de ezek aztán így megszűnnek, ahogy kitisztul a szer, vagy ezek aztán már annyira rögzülnek, hogy ezeken dolgozni kell komolyanban. Tehát érted, hogy tántorgok, ha iszom, de ha nem iszom, nem tántorgok, hogy hazudok, csalok, lopok, manipulálok, ha függő vagyok, de ha kitisztultam, akkor mi vagyok? Hát ez a folyamat a rehabilitáció. De erről majd a következően akkor... Nem csak eszembe jut, hogy két felépülő kliens összeköltözött Pécsen egy lakásba. Két különböző rehabba végeztek. Mennek haza, és az alaksorba, a pincék végén volt egy mérleg ilyen mázsáló, tudjátok, ez a nagyon nagy ilyen tologatni kellett. És akkor mondja az egyik rehabban végzett, hogy figyelj, egyik este ezt így szerzek egy kis kocsit, ezt fölteszük, és elviszük, és ez mit tudom én, 150 kiló egy ilyen ezért sokat kapunk, és akkor a másik rányszer, hát figyelj, ha szerinted mi egy kiskocsiba ezt föltesszük és elviszük, akkor a te rehabilitációd az nincs rendben, akkor neked ezen dolgozni kell még. Mert hogy mi az? Tehát, hogy arról szól, tehát egy felépülő józani, azt mondom, amikor így van ez, hogy akkor felveszünk-e drogost, aki már oké, persze volt rehabba, de vagy egy alkoholista, aki azt mondja, hogy ő csoportba jár, de józan. Igen, azt mondom, hogy ők azok, akiket lehet és fel kell venni, mert ő neki a tisztassága, a józansága múlik azon, hogy őszinte
ő nem hazudik, hogy hoz egy döntést, és akkor amellett kiáll, és közli, hogyha valami nem oké. Tehát, hogy igen, ezen dolgozni kell, mondjuk akkor ez egy ilyen élethossziglan program, de hogy igen, tehát akiket a Máté Gábor ír Vancouverben, hogy ott hív pozitívan, vagy écesen, tényleg ott az utolsó heteiket, vagy éveiket töltik, hogyha egy ilyen embert történik valami, amitől őt el lehet kezdeni motiválni arra, hogy valami változzon. Például mondjuk Angliában láttam ezt, hogy azt mondják, hogy a rendőrségen van olyan szociális munkás, aki segít neked meghozni a döntést, hogy menj el kezelésbe, mert hogy egy ilyen állapotú ember meg az, hogy lehet-e drog nélkül élni olyan messze, mert hát hol kezdjem? Mindenhonnan ki fognak hajtani, mert még egy rendőrbe azt mondja, hogy ne haragudjanak, nekem most elvonásom van. Ja, persze, egy rivotrilt akar, mi? Menjen innen. Tehát, hogy mi az a lépés? Tehát, hogy nagyon nehéz megtalálni, és ezért lenne szükség tényleg az ellátórendszeren belül az úgynevezett elérő programokra, alacsony küszöbre, és azért nincsenek tele a magyarországi nem túl sok rehabok, mert nincs egy ilyen jó elérő hálózat, mert ezeket az embereket meg kell találni. Uh-huh. Itt a 8. kerületben ilyen illegális belövő szobák, ahol vagy használói helyek, ilyen igen, kiégett, kifüstölt, szeméttelepnek kinéző helyek, ahol az emberek ott a mindenféle dzsúvástűkhez. Ha jól tudom, akkor Pécsváradon az Indit úgy talált helyet magának, ugye, hogy felvetették, hogy itt van ez a terület, ide járnak a szipusok, és hogy ezzel valamit kezdeni kellene. Az Inditnak volt egy részlege, ez úgy jelenti, hogy tér. Hősök tere, meg ott az a környéke Pécsnek a keleti városrész, ahol először mi tulajdonképpen egy ilyen szipus csapatnak a elérésére lettünk felkérve, és miután nagyon jól sikerült ezeket a srácokat behúzni, elkezdeni velük dolgozni, akkor utána az önkormányzat mondta, hogy ezen a környéken kapnánk egy olyan helységet, ahol el tudjuk kezdeni azt a területet megdolgozni. Uh-huh. Na ez érdekes, ugye, hogy ti mentetek le. Hát ez egyébként, ez amit most mondasz, ezt úgy hívjuk, hogy ártalomcsökkentés, majd nyilván beszéltünk erről hosszan, az ártalomcsökkentés az röviden annyi, hogy amíg valaki a függő, vagy addikt, vagy problémás szerhasználó működésében benne van, addig mik azok a beavatkozások, amivel önmagára, meg a környezetére csökkenteni, vagy minimalizálni lehet a károkat. És például az egyik ilyen elve ennek, hogy oda kell menni a szolgáltatással, ahol a szerhasználó van, és nem ülök a rendelőmbe, aztán hát nem jön be, ott ültem egészen 8-4, nem jött be senki, hazamegyek, és nem sikerül dolgoznom. Tehát, hogy fogjam a kis hátizsákomat, aztán sétáljak már ki arra a területre, ahol a gyerekek szipuznak, üljek le, és töltsek ott velük időt. Aki megkeres téged, hogy segíts azon a szerhasználón, ő a szerhasználóért aggódik, vagy a saját rendszerének az integritásáért aggódik, vagy egyáltalán bántja-e a másikat az a szerhasználó, aki amúgy teljesen szépen elketyeg? Hát, ha szépen elketyeg, akkor tulajdonképpen tehát vannak családok, így hosszan élnek, már csak azért is megy az ellátórendszer sem olyan nagyon izmos, hogy akkor hová is menjek, hogyha van egy problémám, ugye ez a dinoszaurusz a családban című történet, hogy úgysem, mintha nem is lenne ott. Nyilván azok a problémák verik jobban a biztosítékot, amiben úgy érzem, hogy most már engem lop meg, minden reggel cirkusz van, szomszédokkal, mert nem tudjuk eltitkolni, ezek azok a problémák. És hogy azért a hozzátartozó akkor még mindig úgy gondolja, hogy fogjuk az embert, és betesszük oda, és gyógyítsák meg csavarhúzóval, forrasztópákával, és akkor frankó. Az, hogy őnek is ebbe hogy kell változnia, az akkor megint egy nehéz kérdés, hogy nekem is, hogy ez itt az egész család, hogy itt mindenkinek kell változni. Hát azért ő a problémás, tehát én nem. Tehát, hogy a hozzátartozó is azért elég sok ilyen hullámvölgyön megy át, hogy mit tűr el. Ez Kata írta egy írásában, hogy szappanozza a lejtőt, én szoktam mondani, a pokolba vezető út jó szándékkal van kikövezve, hogy hát így, ne hagyjuk, hogy elvigye a rendőr, ne hagyjuk, hogy pofára essen, fizessük ki az adósságát, tehát tényleg az egész kaszinót a vállamra kell venni, de felveszek kölcsönt és kifizetem, csak ne vigyék el a gyereket. És akkor ezt így tolom, és amikor már van, nem tudom, 20 millió adósság, azt mondom, most tényleg, hát ezt így meddig csináljuk, hát ez egy feneketlen kút. De hogy azért az első időszakban a család megpróbál valahogy ezzel a dologgal így együtt lenni, és ez is érdekes, hogy vannak elfogadottabb addikciók, tehát mit tudom én, mondjuk, ha valaki iszik, akkor azt mondja, hogy jó, hát persze neki iszik, ha elszívja a fülyes cigit, úristen, kábítószer, valami történjen. Tehát ez, amit mondasz, inkább ez a jellemző, hogy a környezetet is mindenféle hatások érik, és ő abból következően reagál. Különbözőképpen, hogy ő miben élt, mit látott a saját szüleitől, az apja mondjuk hívott, és az anyja ezt hogy viselte, és akkor neki is el kell viselni, vagy azt mondja, hogy na, én itt egy percig nem tűrlek meg, ha még egyszer így, vagy szóval,
pénze, hogy vagyunk, ezek mind. És ugye a szerhasználó nem jelez, mert hiszen, amíg nincs nagy baj, mert hiszen jó neki így, a hozzátartozó pedig nem jelez, mert egyrészt nem tudja, hogy hol jelezzen, másrészt meg nincsen információja. Tehát se a szerről nincs információja, se a hatásairól, se a tapasztalata sincs a szerről, mert nyilván egy alkoholistánál az ember azért megbocsátóbb, vagy azért együttérzőbb, mert mindenki ívott már, mindenki rúgott már, mindenki tudja a hatást, de ugye a hozzátartozó nem ismeri ezt a szert, nem tudja, hogy mennyire ártalmas, és azt sem tudja, hogy aztán kihez forduljon ezzel a kérdéssel. És itt szerintem nekünk ugyanúgy el kell mondanunk azt is, hogy a szerhasználó hozzátartozója hova fordulhat, mint az, hogy a szerhasználó. Tehát a hozzátartozó is ugyanazokat az intézményeket többnyire fel tudja keresni, mint amit a függők, tehát hogy ideális esetben egy ellátóhely mindegyik megkeresésre tud reagálni, és ez tök fontos, amit mondtál, hogy nincsen információja mondjuk akár egy olyan generáció, és tényleg az van, hogy nem alkohol, hanem te jó ég, kiderült, hogy egyszer füves cigit elszívott a gyerek, és ajajaj, mi van, hogy pont az ilyen tévhitek és téves információk kapcsán néha olyan dolgokra vetemednek a szülők, nem tudom, láttam olyat, hogy valaki feljelentette a saját gyerekét, ráhívta a rendőrt, stb. Gondolkságban helyezte. Ami hát nem a, tehát hogy azt gondolom, ha valakinek nincs információja, akkor bátran próbáljon kérdezni, és szerezze be, szóval, hogy ne előbb cselekedjen, akár valami olyat, aminek hosszú távú következményei vannak, szóval egy kis tinédzsert feljelenteni, és nem tudom én elindítani egy ilyen... Vannak egyébként csoportok a hozzátartozóknak? Vagy? Vannak hozzátartozói csoportok is, igen, ez a hívjuk, hogy Alanon, Koda, vannak családi csoportok, különböző intézmények mellett, igen, akár itt a Magadért Budapesten, de hogy mondjuk gyerekjólét vagy családsegítő, az úgy nagyjából mindenhol van, tehát hogy addiktológiával foglalkozó specintézmény, az kevesebb van, de mondjuk egy ilyen szociális intézmény, az van mindenhol. Házi orvos azért van mindenhol. Tehát valahol el lehet indulni, hogyha azt mondom, hogy teljesen tanácstalan vagyok, az internet korában azért azt gondolom, az sem egy ördögtövet beidrom, hogy nem tudom én, szenvedélybeteg segítés, vagy addiktológia valami, akkor ki fog dobni néhány címet, néhány telefonszámot, vannak már online segítési lehetőségek, vannak privát, aki azt mondja, hogy ő neki csak tényleg így senki ne tudjon róla, vannak valamennyire államilag, lehet, hogy utazni kell, de akkor egy első találkozásra lehet embert találni. Tehát, hogy igen. Igen, meg hogy szerintem fontos is olyan szempontból, hogy általában a szülők vagy a hozzátartozók ilyenkor nagyon meg tudnak ijedni, kétségbe esnek, van egy beszűkült tudatállapot, amiben nem sikerül teljesen széles látókörben végig gondolni azt, hogy mi lenne a legadekváltabb beavatkozás, és ilyen szempontból is nagyon jó lehet egy segítő beszélgetés, akár egy szülőcsoport, akár egy egyéni konzultációt kérni, információt gyűjteni, és valóban a neten, szóval, hogy van pár szervezet, aki Budapesten van, de telefonon épp úgy elérhetők, vagy e-mailen, vagy online. Akkor itt mondjuk el, hogy a kimondható.hu-n a podcast menüfül alatt megtaláltok minden szükséges információt. Ki fogunk oda gyűjteni csoportokat, konkrét helyszíneket, elérhetőségeket. Ha még további kérdéseitek vannak, akkor pedig írjatok ránk, hogyha a kommentet túl nyilvánosnak találjátok, akkor nem tudom, hogy találjátok meg engem Messengeren is, összekötlek titeket Jánossal vagy Katával. És egyrészt hozzátartozóként szerintem tényleg bátran merjetek tájékozódni, amikor túljuttak az első döbbeneten, és merjetek kérdezni. Hozzátartozó hozzátartozójaként pedig tudjatok segíteni a hozzátartozón, ha épp emiatt a rémület vagy a kezdeti döbbenet miatt úgy érzitek, hogy... De hogy tényleg ez a helyzet. Nekem még van egy gondolatom, hogy mert van annak, tehát a hirtelen leforrázás szituációjának azért van egy pandant helyzete, amikor mondjuk belülök egy kád langyos vízbe, folyamatosan ereztem magamra a forró vizet, akkor nem biztos, hogy észreveszem, hogy leforráztam magam. Igen, és hogy lehet, hogy nem is mindig az a probléma, hogy nem ismerik a szert, hanem az, hogy túl jól ismerik a szert, és olyan alattomosan épült be a családi rendszerbe, akár az alkohol, akár bármilyen szer, vagy viselkedésfüggőség, amire már nem látnak rá. Tehát igazából sokszor egy folyamatos monitorozás, vagy egy
állandó beszélgetés, vagy a másikra való figyelem elég lenne, hogy nyakon csípjék a problémát. Igen, csak... és hogy akarja, tehát ez amit a különböző fajta háttér problémáknál így külön nem említettük, de mondjuk vannak olyan, hogy valamilyen mentális problémám van, és arra, mint egy gyógyszer, találom meg a drogot, tehát mit tudom én, mondjuk van egy szélsőségesen agresszív működésem, akkor a heroin az például így egy megszelidít engem. Mm-hmm. És akkor, ha család csak azt akarja látni, hogy hát eddig így folyton asztalt borította minden családi rendezvényen, mint az állat, üvöltötte mindenkivel, és most meg, hát a János ott békésen ücsörög, jaj, de jó, ne szóljunk hozzá, vagy ízé, szóljunk hozzá, de... És aztán akkor itt tulajdonképpen, ha megtaláltam a gyógyszeremet, akkor ezzel így látszólag így jól vagyok, amíg egyszer csak el nem viszem a családi aranyat, mert már nincsen pénzem arra, és ha nem kapom meg a családi aranyat, akkor viszont borítod az újra elindul a dolog, és akkor azt mondja, hogy úristen, most így mi történt? Tehát, hogy tényleg régen volt, már mondjuk volt olyan kliensem, aki így a családi közös étkezésnél így beleállította a fecskendőt az asztal közepébe, mert hogy így egyszerűen nem vették észre, hogy mekkora nagy bajban, és jó, már lehet, hogy nem azt mondja, hogy anyukám, hogy jaj, ezért nem fér el a leveses fazék, de hogy kb. Ez tehát, hogy így miről veszik észre, hogy bajban vagyok, vegyétek észre, segítséget. Hát, ilyen annyira kedvesen naív volt valahogy ez a kérdés, amit felvetettem. Azt mondtad, hogy nem, hát, hogy így pont azt mondtad, hogy végül is csak annyi kéne, hogy figyeljünk egymásra, hogy beszéljünk róla. Álnaív volt, senki nem figyel senkire, tudom. Hát miközben mi ezeknek a családoknak pont ez sok szempontból a diszfunkciója, hogy a konfliktusokat nem úgy kezelik, hogy nincs kommunikáció, hogy nem úgy figyelnek egymásra, stb. Hogy úgy tesznek, mintha minden rendben lenne, és elfér a fecsi a levesestel mellett. Nem akarom észrevenni. Igen, persze. Ha lekerekítve ezt a beszélgetést, akkor kedves hozzátartozók, meg fogjuk adni a kimondható.hu-n a lehetőségeket, ahova fordulni tudtok, ha bajt észleltek, de készüljetek fel, hogy nektek magatoknak is lesz dolgotok ezzel és munkátok, amihez nagyon sok erőt és kitartást kívánunk. Köszönöm szépen Szemelyácz Jánosnak, hogy itt volt, és Katának és Enikőnek is, hogy velem tartottak ma. Sziasztok! Sziasztok! Az elhangzottakkal kapcsolatos cikkeket, információkat, linkeket megtalálod a kimondható.hu oldalon a Töltsd Velünk menüpont alatt. Kommentjeidet a Facebookon, az Instagramon és a YouTube-on várjuk. Töltsd velünk legközelebb is! Sziasztok!